Minden eddiginél hosszabb és izgalmasabb volt a 2020-as Budapest Bamako Rally, ami a futam történetében először haladt át Guineán és ért célba Sierra Leone-ban. Az idei rallén egy kecskeméti versenyző is részt vett. Dr. Moravcsik András két társával, Ladi Ákossal és Hazai Balázssal teljesítette a kalandot. Üdvözöllek itt a stúdióban. Hát gratulálok, hogy képviseltétek hazánkat, és nem is akárhogy. Hát hogy csöppentél bele ebbe az expedícióba? Hát ez egy elég régi történet, ugyanis Ákos barátom, ő gyerekkora óta megszállottja ezeknek a motorsportoknak, a Dakarnak, minden évben nézte rendszeresen, és mindig egy kicsit piszkálta az ő fantáziáját, hogy hogyan lehetne egy ilyenbe belecsöppenni, és valahogy így került ő kapcsolatba igazából a Bamakóval, mert a Dakar az eléggé elérhetetlennek tűnik. Pláne úgy, hogy áttették a rezidenciát, meg a terepet most már Dél-Amerikába. Igen, és akkor onnan Szaúd-Arábiába, tehát hogy az így elég elérhetetlennek tűnik, mind anyagilag, mind egyéb forrásokat tekintve, viszont itt van a Bamako, ugye, ami tulajdonképpen egy magyar szervezésű rally. Ugye ezt 2005 óta szervezik tulajdonképpen. Minden évben? Nem minden évben, azt hiszem 2015 vagy 16 óta két évente van, és mostanában már váltva, tehát a páros években Budapest Bamako van, és a páratlan években pedig egy Baja, most már XL-nek nevezett verseny Amerikában. Milyen útvonalon kellett végigmenni? Igazából a verseny az két szakaszra lehet osztani. Az egyik az európai szakasz, ami nem volt egy kötött szakasz, tehát nem volt egy kötött etap. Igazából az volt meghatározva, hogy egy bizonyos időpontra marrakesi táborba kellett érni. Tehát vagy így, vagy úgy, vizen, vagy így, szárazföldön. Vagy így, vagy úgy. A csapatok egy része egyébként elindult Budapestről, és levezetett egészen Gibraltárig, ott aztán kompresszáltak, és tulajdonképpen pár óra alatt átértek Afrikába. Ti is ugyanezt az útvonalat választottátok egyébként? Nem, mi úgy döntöttünk, hogy elindulunk Budapestről, egészen Olaszországig, Savonáig mentünk, itt szálltunk kompra, és tulajdonképpen 48 óra kompozás után értünk szárazföldet ugyanúgy Marokkóban, és akkor innen indult az afrikai kaland. Na és akkor milyen országokat érintettetek itt Afrikában? Tehát hát Marokkóban Afrikában hogyan tovább? Marokkó után Mauritánia következett, innen Szenegálba mentünk, Guinea, és végül is a cél a Sierra Leone Freetown volt. Hogyan lehetett az útvonalat követni? Volt esetleg GPS, térkép, ez az amaz, vagy hát nem tudom, hogy a szervezők mit bocsátottak a rendelkezésetekre? Igazából mindenkinek rendelkezésére állt egy GPS, ebben különböző csomagok voltak. Volt az alapcsomag, az egy ilyen nagyon egyszerű, néhány koordinátát tartalmazó, meg adatot tartalmazó útvonal volt. De ez pont elég volt ahhoz, hogy hát ne tévedjetek el? Nagyjából elég lehetett, mi nem ezt választottuk, mi azért ennyire bátrak nem voltunk. Mi egy ilyen közepes csomagot választottunk, ami tulajdonképpen a legtöbb koordinátát tartalmazta, illetve volt még egy igazán profiknak, meg a külön a versenyzőknek szánt csomag, ami aztán tényleg műholdas képtől kezdve minden volt benne. Milyen felkészültséget igényel egy ilyen túra? Tehát gondolom bátorságot feltétlen. Vagányságot is? Talán. Nem tudom. Igazából, Verdát? Valamifajta autót? Vagy négykerekűt? Nyilván az egésznek az alapja egy megfelelő autó, vagy aki motorral megy, az nyilván motor. Az, hogy ki mennyire készíti föl az autóját, az már egyéni válogatja. Volt... Ti autóval mentetek egyébként? Mi egy mentőautóval mentünk. Mentőautó, ti tutira mentetek. Ja, értem, jó. Volt, aki elindult egy kettes golfal, és nagyon szépen célba ért. Volt, aki egy Dacia-val indult, vágott neki a sivatagnak, és tulajdonképpen ők is végigmentek. Nyilván a pár százezer forintos autótól, vagy uram, bocsánat, pár tízezer forintos autótól egészen a milliót érő, 10 milliókat érő terepjárókig minden volt, és akkor még a motorokról nem is beszéltünk. Volt, aki quaddal vágott neki, tehát, hogy olyannal is találkoztunk útközben.
Valójában mi ennek a célja, ennek a Budapest-Bamako rallinak? A verseny, vagy valami más nemes célt is kitűztetek? Igazából nyilván ez egy ralli, tehát hogy azt tudni kell, hogy ennek van egy több kategória, van egy versenykategória, ahol komoly feladatokat kell teljesíteni, és ott tényleg pontra megy a mindennapi autókázás, de alapvetően azt tudni kell erről az egész szervezésről, hogy ez minden egyes évben, amikor úgy megjelennek az autósok Afrikában, ez egy komoly karitatív program tulajdonképpen. Tehát, hogy amellett, hogy minden autó visz adományokat, legyen ezek kötszerek, iskola felszerelés, iskolatáskák, emellett azért a szervezőknek van külön szervezett karitatív célja is. Egyrészt, hogy idén több ezer gyümölcsfát ültettek Sierra Leone-ban, illetve fognak, illetve egy szenegáli Clearwater Projectben hanem részt is vesznek, tehát hogy kutakat fúrnak Szenegálban, ahonnan tiszta ivóvízhez juthatnak a falu lakói. Ez az első és utolsó utad volt, vagy lesz ennek folytatása? Ez egy jó kérdés. Gondolom, amikor hazajöttetek, hát akkor necces volt az igen, hogy lesz folytatása. Ki voltatok merülve, gondolom? Ki? Nyilván azért 3 hét az 3 hét, ebből mondjuk 2 hetet az ember azt lehet mondani, hogy nomád körülmények között tölt. Az ember ki is lép a komfortzónájából, tehát igen, kimerültünk. Igen, csak utazás önmagatokhoz is. Ki mit bír el, ugye? Igen, tehát hogy azért mindenkinek megvan a maga tűrés határa az, hogy ki mikor lépi ezt túl. Valószínűleg 2 hét alatt azért mindenki egy kicsit kilép a komfortzónájából. Nem tudom, hogy lesz ennek folytatása. De ha van rá lehetőség? Elgondolkozunk rajta. Én azt gondolom, hogy elgondolkozunk rajta. Ja, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és jó egészséget kívánok annak érdekében, hogy hát ha megszületik az a bizonyos igen, és újraindultak. Köszönöm szépen.